Minőségi szakemberképzés. Újfajta oktatást indít a Siófoki Szakképzési Centrum. Felújítás és építés. Zicsen egy újabb befejezett útszakaszt adtak át. Somogy vadjai, bőszénfa is bekapcsolódott a vadászati világkiállítás programjaiba. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Elitrendszerű képzésben oktatják a vendéglátást a Balatonnál a jövőben. A Siófoki Szakképzési Centrum nyertes pályázatának köszönhetően 4 tóparti étterem bevonásával újfajta képzést indítanak az ifjú szakácsoknak, felszolgálóknak, cukrászoknak. A diákok nem csak a tanműhelyekben és az iskolapadban ismerhetik meg a szakma rejtelmeit, de egy külön, erre a célra kialakított modern konyha is a rendelkezésükre áll majd. Csoki nagyon sok mindent elbírja, a tonkababot is, de ezt a vanília, tökre vaníliás sütőtök, szerintem annyira király. A séf és az ifjú cukrász egyeztetnek a legújabb idénydesszertről a konyhában. A gyakorlatban alig egy év múlva a balatoni kulináris műhelyben is hasonló oktatás folyhat. A speciális, minden igényt kielégítő konyhában az interaktivitást, kamerák és egy hatalmas kivetítő is szolgálja majd, egyfajta online képzési lehetőséget is adva a diákoknak. Itt tényleg válogatott tudással rendelkező diákokat fogunk felvenni is a kulináris műhelybe, és remélhetőleg majd, akik itt végzik a szakmai gyakorlatot, szintén ilyen tudással fognak kikerülni, amit máshol nem szerezhetnek meg, csak a kulináris műhely keretein belül. A kulináris műhely és az infrastruktúra kialakítására 280 millió forintot nyert a Siófoki Szakképzési Centrum és a társvállalkozások. A 4 meghatározó balatonparti étteremben szintén fontos gyakorlati időt tölthetnek majd el a diákok. Az ágazat szereplői szerint ez a versenyképesség és a minőség fenntartása miatt ma már elengedhetetlen. Akik kikerülnek az iskolák falai közül, azok rögtön bevethetőek legyenek. Ma már nincsen arra idő, hogy az iskola után még 2-3 évig tanítgatni kelljen azokat a fiatalokat. Nagyon-nagyon fontos az, hogy amint elhelyezkednek a érettség után, vagy pedig a szakmunkás bizonyítvány letétele után, azok komoly funkciót töltsenek be akkor egy-egy étteremnek a konyháján, vagy a vendégtérbe, vagy pedig éppen a cukrászműhelybe. A balatoni turizmus és vendéglátás szereplői úgy látják, a minőségi szakemberképzéssel nem csak a munkaerő gondok oldódhatnának meg a térségben, de a jövő nemzedéke sikerrel venné fel a versenyt nem csak itthon, hanem akár a világ bármely táján. Évről évre egyre több hazai forrás áll rendelkezésre a belterületi utak felújítására, javítására. A települések előtti lehetőség nyílik régóta megrongálódott önkormányzati utak javítására, sőt újak építésére is. A hétvégén Zicsen egy újabb befejezett útszakaszt adtak át. 235 méter új, aszfaltozott út a Dózsa-György utcában, Zicsen. Bár hosszra nem tűnik soknak, az alig 330 lelket számláló somogyi községben mégis sokan örültek a fejlesztésnek. Mindemellett a település vezetői már a következő útfelújítást tervezik. Az embernek mindig az jut az eszébe, ami vissza van, és nem pedig az, ami elkészült. A Szabadság utca befejezése mellett az Irényi utca lenne most már nagyon-nagyon fontos. Tudom, hogy ez nagyon komoly pénzösszegekbe kerül, de én bízom a kormányzatba, bízom a költségvetésünkbe, ami eddig is adott lehetőséget arra, hogy bizonyos összeggel még meg tudjuk fejelni azt a pályázati összeget, ami esetlegesen kevés lenne egy adott útszakaszhoz. Hogyha ez a két utca befejeződik, akkor én úgy gondolom, hogy az infrastruktúra annyit fejlődött a községben, hogy senkinek nem kell sáros lábban hazamenni. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztési pályázatok sikeresek lehessenek, a települési önkormányzatok, országgyűlési képviselők és a Somogy megyei önkormányzat jó együttműködése is elengedhetetlen volt. Nagyon komoly vidékfejlesztési politika zajlik, amelyben a Somogy megyei önkormányzatnak is komoly feladatai vannak, és azt is szeretném elmondani, hogy a Somogy megyei önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol az országgyűlési képviselőkkel, illetve a megye
településeinek vezetőivel, a megyei településekkel, és azt gondolom, hogy ez a munkakapcsolat az, aminek köszönhető ez a rengeteg eredmény, ami az elmúlt években akár utak, vagy akár más fejlesztések formájában is megvalósult. A hazai források biztosítása az ilyen kis települések, mint Zics számára is elérhetővé tette útjainak fejlesztését, új burkolat kialakítását, hangsúlyozta Vicman Mihály köszöntőjében. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, csak Zicsen az elmúlt években annyi volt a fejlesztések összessége, mint a település majdnem egy évi költségvetése. Az elmúlt években, ha összeadjuk, hogy hány belterületi utat mennyi kormányzati támogatásból, és még egy pici önkormányzat által hozzátett pici, de jelentőségteljes önerőből meg tudtunk valósítani és építeni, akkor ez 50 millió forintra tehető ki. Egy olyan településen, amelynek az éves költségvetése 62 millió forint. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon beszédes adat, és az elmúlt évek valóban a helyi utak megújulásáról szóltak. Ettől függetlenül van még feladatunk, itt Zicsen is, egyre kevesebb szerencsére, meg a településeken is, illetve az államilag fenntartott utakon is, de jó azt a folyamatot, azt a tendenciát látni, hogy valóban végre ez a folyamat nem csak elkezdődött, hanem évről évre egyre gyorsabb és egyre nagyobb intenzitással tud megvalósulni. Zicsen az utak felújítását követően már a következő pályázati lehetőségeken gondolkodnak, hiszen a kultúrház szigetelése, illetve a villamos vezetékek cseréje is időszerű lenne az épületben. Az eddig elkészült fejlesztéseket a hétvégén egy falunappal ünnepelték meg a település lakói. Traktoros vad etetéssel és somogyvadjai kiállítással is várják az érdeklődőket Bőszénfán. A legkisebbek pedig az állatsimogatóban az őzzel is közelebbről megismerkedhetnek a szarvasfarmon. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás somogyi programjaira már most is sokan kíváncsiak. Nekünk korábban is a vadgazdálkodás népszerűsítése, bemutatása az egyik fő célkitűzésünk volt. Ez az alkalom a világkiállítás rendezése. Ez segít abban, hogy még jobban körvonalazzuk, még jobban betekintést engedjünk az érdeklődőknek, a látogatóknak. És hát persze az is arra is sarkalt bennünket, hogy újra gondoljuk, új megközelítésből mutassuk meg ezt az összetett, néha bonyolult, de nagyon szép világot. A gímszarvas, a dámvad, vaddisznó, a muflon és az őz. Nekünk azért ezek a fajok úgymond jól beleillenek a tevékenységi körünkbe, mert ők mindannyian gyepfogyasztók. Vaddisznóra más is jellemző, de a fő kérődző vadfajokat könnyű tartani. Természetszerű körülmények között lehet őket nevelni. A kiállító tér megújult, a korábban összeállított szakmai anyagot újra gondoltuk, egy kicsit megváltoztattuk az épület alsó szintjének az elrendezését. Hát itt is az alapvetően az öt nagy vadfaj bemutatására törekszünk, nagyon jó természetfotókkal és videókkal, kiváló minőségben bemutatva. Ezen kívül van egy olyan csontváz kompozíció, ami egy kicsit a misztikus világát, az agancs növekedésének, a szarvasok csontvázának a bemutatására törekszik, mert hiszen ez önmagában is egy nagyon érdekes világ. Amikor befejeződik az agancsépítés, akkor a saját csontvázából 5-6 kiló ásványanyagot mobilizál és épít be az agancsába, majd néhány hónappal később ezt az egészet elhullatja, eldobja. Tehát a természetnek ez a körforgása, ez önmagában is csodálatra méltó. Ugye a traktoros túra azért egy közkedvelt program részben, 30-40 ember is tudja használni egy időben ezt a jármondót, ha úgy tetszik. Olyan helyekre el tudjuk vinni a látogatókat, amely gyalogosan vagy más módon nehéz megközelíteni, fogattal is meg lehet nyilván,
De a traktorral való közlekedésnek van egy olyan fantasztikus előnye, hogy mi az állatainkat traktorral letetjük, és ebből adódóan a gépjárműtől, a traktortól való félelmük az jóval kisebb, mint hogyha mondjuk lovasfogattal megyünk be. Jobban megvárják magyarul a szarvasok a traktort. Én minden olyan mozzanatnak örülök, ami egy kicsit a reflektorfényt ráirányítja erre a területre, mert az utóbbi időkben sajnos eléggé mostoha gyerekké vált. De azt kell mondjam, hogy ma már nem csak a vadászat, hanem lassan már az állattenyésztés és a vidéki életforma is. És ennek semmi más oka nincs, mint az, hogy az emberek egyre kevésbé találkoznak ezekkel az életformákkal, egyre távolabb élnek tőle, nehezen értik meg az összefüggéseket ebből adódóan, és bizony szükség van arra, hogy időről időre informáljuk, bemutassuk, elmagyarázzuk, hogy mi miért van. Pénteken megnyitja kapuit a kaposvári állattenyésztési napok. A szakmai találkozó idén egy új helyszínnel is kiegészül. A Mate udvarban az Élettudományi Egyetem intézeteit lehet megismerni. A kaposvári kampusz és a Pannon Lovas Akadémia különböző tenyészállatokkal, közönségprogramokkal várja a látogatókat. Lesz kisállatsimogató, patkolókovács, nyírási és fejési bemutató. Több mint 500 horgász részvételével rendezik az idei nemzetközi balatoni Bojlis horgászversenyt. Október 1-e és 9-e között 121 csapat verseng. A 8 napos 187 órás megmérettetés a világ leghosszabb horgászversenye. 10 millió forint az összdíjazása. A nevezők 90%-a magyar, de érkeznek Németországból, Szlovéniából és Romániából is pecások. A déli parton 75, az északin 46 helyszínen lehet halat fogni. Egy több mint 29 kilós ponty volt a legnagyobb kapás, tavaly horgázták Balatonmária fürdőn. Már csak hétvégén járnak a balatoni menetrendi hajók, véget ért az utóidény. A Balatoni Hajózási ZRT azt közölte, a kompok is őszi menetrendre váltanak október 4-től november 7-ig. Szántódról 6 óra 40 perc és 18 óra 40 perc között, Tihanyból pedig 7 és 19 óra között indulnak a járatok 40 percenként. Covid gyógyszer tesztelésében vesz részt a Semmelweis Egyetem. A szakemberek azt remélik, hogy a szer csökkenti majd a kórházi kezelésre szoruló súlyos esetek számát. A vizsgálat várhatóan egy hónapig tart, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán végzik. Merkeli Béla rektor elmondta, az intézménybe érkező covidos a kritériumoknak megfelelő betegeknek ajánlják fel a részvételt. Teleki Pál érdemérmet vehetett Átkassai Lajos íjkészítő mester, a modernkori lovas íjászat megteremtője, a Bethlen Gábor Alapítvány kitüntetését kapta meg a Pesti Vármegyeháza dísztermében. A magyar örökség elszánt védelmezőit, az értékmentő munkát, Teleki szolidáris szellemiségét, emberi példáját követőket ismerik el ezzel a díjjal. A bronzérem hátlapján a Merjünk magyarok lenni felirat olvasható. Kassai Lajos az 1980-as évek végén kezdte kidolgozni a lovas íjászatsport szabályrendszerét, 1994-ben megszervezte az első versenyt, nevéhez 5 Guinness világrekord fűződik. Hazai pályán a hétvégén megszerezte első két pontját a Siófok KC női kézilabda csapata a Szombathely ellen a KNTH kézilabda liga 6. fordulójában. A párduc lányok végig a kezükben tartották a mérkőzést, így magabiztos 5 gólos előnnyel zárták a fordulót. Már az elején bekezdtek a párduc lányok a Szombathely ellen, hiszen már az első félidő harmadában 9-3-at mutatott az eredményjelző. Marosán György ekkor kért időt, amely használt a vendégeknek, hiszen a félidőre 2 gólra csökkentették a hazaiak előnyét. Bár a második félidő az elején szorosabb játékot hozott, a végére a sok játékost sérülés miatt nélkülöző vendégek elvesztették a találkozót. Kiadtunk megint csak magunkból majdnem a maximumot. Jól harcoltunk, nyilván sok energiánkat felemésztett, hogy mindig visszajönni a mérkőzésbe, de azt tetszik, hogy nem adtuk fel egy pillanatig se. Itt azért be volt korlátolva a mérkőzés közben a cserékkel, ez érződött, hogy ott rossz döntéseket hoztak, fáradtabb állapotban lévő játékosok, de
de örülök annak meg én, amit láttam, és most jön az a mérkőzés, azok a mérkőzések, ahol bízok benne, hogy ez pont formájában is meg fog mutatkozni. A mérkőzést 38-33-ra nyerte az SKC, de Danyi Gábor vezetőedző úgy értékelte a mérkőzést, hogy még rengeteg munka áll a csapata előtt. Nyilvánvaló, hogy a sok-sok dobott gól ellenére és azok előtt a védekezésünkkel kell nagyon sokat annak az agresszivitásán és mindenen gyakorlatilag javítanunk. Nyilván egy új útra léptünk, egy másfajta kézilabdát játszunk, és ne felejtsük el, hogy ezek a játékosok most játszanak két hónapja egymás mellett, mind támadásban, mind védekezésben. Én mondtam az elején, hogy nem csodát ígérek, hanem hosszú utat, nagyon-nagyon sok munkával. Én nagyon-nagyon remélem, hogy sok ilyen izzadságszagú győzelmünk lesz, mert ezekből lehet igazából tanulni. A következő mérkőzésre nem kell sokáig várnia sem a csapatnak, sem a szurkolóknak, hiszen csütörtökön újra hazai pályán a Budaörs csapatát fogadják a siófokiak. Minőségi szakemberképzés. Újfajta oktatást indít a Siófoki Szakképzési Centrum. Felújítás és építés, Zicsen egy újabb befejezett útszakaszt adtak át. Somogy vadjai, bőszénfa is bekapcsolódott a vadászati világkiállítás programjaiba. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap esőre és szélre kell számítani, mindjárt mutatjuk a részletes időjárást. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!